Sziasztok! Ez itt a Csatorná, én Balázs vagyok, és folytatjuk a koreai Civ 6 Let's Play sorozatot, ott, ahol legutóbb a bajtuk. Egy új város tervezünk, és hát nem ide gondoltam első körben, de a vas miatt lehet, hogy ide kell majd rakni. Aztán kell utána még egy város, most lehozok egy rakást telepest, amúgy egyszerre, vagy hármat kb. Ide, valahova, jöhet egy telepes, meg lehet, hogy ide a sarkába ennek a kis félszigetnek, vagy, vagy akárminek itt. Izgalmas rész lesz remélhetőleg, főleg, hogyha találkozunk új civilizációkkal, akkor lesz a legizgalmasabb. Következő a kerék, vagy lovaglás. A kerék és a küművesség van meg a leggyorsabban. Legyen a küművesség. Még akár azt is el tudom képzelni, hogy ezt amúgy, ezt a kő bónusz erőforrást, ezt betakarítsuk. Nem tudom mennyire érdemes betakarítani erőforrásokat egyébként. Én sose csinálom, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. De lehet, hogy amúgy megérdemes lenne, mert hogy például itt, ennél a városnál nagyon sok az olyan telek, ahová amúgy valószínűleg majd kerületek fognak majd jönni erre a részre például, tehát hogyha mondjuk ide jön egy kikötő, akkor a kikötő mellé érdemes rakni, de most csak ne is kikötőről beszéljünk, beszéljünk arról, hogyha mondjuk én le akarok rakni ide. Egy, ezt a különleges épületet Ezt a kerületet, mindig elfelejtem a nevét Nem is lehet megépíteni, oké, okay. szóval hogyha Meg lehet csak nem itt, hanem itt A ha Szovont le akarom rakni mondjuk ide Ide, akkor az körbe kell venni bányákkal Mondjuk ahhoz pont jól jön ez a kő itt A kő, mint olyan Ad egy termelést, ha jól látom Lehet, hogy kettőt, hogyha meg be van építve. Na jó, ezt majd eldöntöm. Itt mi legyen a következő építés? Hát elkészült most itt a... A kereskedő, már ki is küldtem. És akkor a telepes, hát akkor a telepes, tehát hogy lehetne artemis szempont szempontból építeni, Tudom én, függőkertet, persze, de a telepes. Tehát most meg kell tolni a telepes építést, amennyire csak lehet. Főleg, mert jó a, a, a lakosság növekedés, az teljesen rendben van. Úgyhogy uh, érdemes most kihasználni ezt a helyzetet. Akkor aki így ha 60 aranyért. Hát. Van-e más, amit tudnék venni pénzbű? Emlékmű az készül, drága is. Másik helyen magtár. Itt nincs egy magtár? Nem, ah, az para. Akkor egy magtárat fogok ide venni, ez esetben nem veszek belőle ijást, majd, hogyha nagyon kell, mondjuk a ellen, vagy ilyesmi, akkor majd megfontolom, hogy talán egy kicsit veszünk. Kwangju megkapta a területnövekedését, úgyhogy jöhet ide a legelő, ami ad nekünk plusz kettő lovat, szóval most már ez a stratégiai nyersanyag a rendelkezésünkre fog állni, ami szuper. Jó, van itt lovom, viszont elfogyott az építőm, úgyhogy ezt az építőt átdobjuk, hogy esetleg kellene. Egyébként nem arra mentem volna, de oké, okay, ahogy érzed. Még az is lehet, hogy ha elkészül a telepes, akkor az első város ide rakjuk le, és a másodikat ide. Mert itt már látom, hogy ott már befigyel Brazília, a következő szomszédunk. Most itt nagyon szépen átrakta oda a lakost dolgozni a lúlegelőhöz. Két kör múlva véget ér az őskor, nagyon várjuk. Itt meg állandóan nem tudja eldönteni, hogy melyik irányba menjen tovább A Amennyiben ebben megy tovább, akkor viszont én megveszem ezt a csempét, mert körbe kell építeni minél gyorsabban itt a különleges szovon uh, negyedet. És már is itt van ez a New Deals Available. Ezek a gyors dílek. Ugye most azt mondom, hogy én nem akarok mindenkit végigkattinggatni, hogy mizu ki akar mit venni. De itt van egy olyan, hogy például ha lovat kijelölöm, akkor azt mondja, hogy egy lóért Kleopátra adna 7 aranyat. Kettőért 14-et, háromért 30 körig egyet, és négyért 30 körig egyet, és mellette 8 aranyat. Ez nem túl sok, meg nem is tűnik túl soknak, úgyhogy ezt nem fogunk belemenni. De jó tudni, hogy ez itt van, meg itt van ez a lehetőség. Most a diplomáciai támogatást is meg tudom nézni. Ugye, hogy ha mondjuk az összeset odadom, akkor azért ő ad. Akkor ő azért ad 20 diplomáciai támogatást és egy aranyat. Várj mi? Várj. Nem, jó, nem. <laughs> alul azt mutatja, hogy ő mit kér el. Oké. Okay cool. Vicces lett volna, elég, elég vicces végtelen pénz glitch lett volna ez. De sajnos nem, a valóság megint közbeszólt. Na mindegy. Megy itt a szekerem, nagyon jól halad. A világ pedig új korszakba lépett, az ókorba. Ami nekem jó, mert nem lett sötét kor belőle. Ez a folyami árvíz, ez nem érint szerencsére. És a kormányzó megkezdte a munkáját Szőul városában ugye most már ő adja ezt a plusz 15% tudományt az itt termeltekhez. Oké. Okay. Annyit tudunk, hogy Kleopátra jó aranykorban van, nyilván. Mi normál korban, úgyhogy választhatunk egy elköteleződést, független kutató munkat, tol, ecset és hang. Hát mivel mi amúgy alapvetően egy tudományos civilizációnak tűnünk, ezért a független kutató munkával fogunk menni plusz egy korszak minden olyan épület megépítésekor, amelynek a tudomány az alaphozama, és plusz egy korszak minden heuréka pillanat megtörténtekor. Tök jó. Fejlesztjük ki a kereket. Azt hallottam, az nagyon jó. Itt pedig három kör múlva kiderül, hogy akkor merre fog tovább fejlődni a város. Találkozgatunk, vagy hallunk itt más városállamokról, illetve ezek a városállamok mindenkorban frissítik a küldetésüket, ami hozzájuk kapcsolódik, most még ezzel nem nagyon foglalkoztam, majd talán egy szép napon. Most én az, a Balbárokkal szembeni politikát lecserélem a fenntartásos politikára. És a másik pedig marad ahol van. És akkor egy kicsit gyorsabban hozom be az aranyat. Talán. Jo, itt most van három pop, de mindjárt jön a negyedik. Ahhoz akkor el kell dönteni, mi legyen ennek a kőfejtőnek a sorsa. Jó kérdés. Alapíts egy panteont. A panteon az miből is jön? Ébredj, a liget, miszticizmus... Nem is tudom, mi kell ahhoz, hogy alapíthassak egy panteont. Talán a tudományos fán ezt megtalálom. Hát nem a vitorlázásból, ez egészen biztos. Égi navigáció, hm. Jó, tök mindegy. A kérdés az, hogy mikor lesz a Panteonom, illetve lesz-e egyáltalán. biztos, hogy lesz, csak nem biztos, hogy lesz saját vallásunk. Ennél izgalmasabb a politikai filozófia, mert az nagyon erős, hiszen az oldja ki az egyen fejlettebb kormányzati típusokat. És arra nekem nagyon szükségem van. Úgyhogy a misztitizmus kicsit még rakjuk félre, és menjünk a politikai filozófia, illetve közben reménykedem, hogy valahonnan hallok majd még egy városállamról, mert az kell ahhoz, hogy ez fel legyen fejlesztve. És hamarabb elkészüljön. Könyvtáros Most, ha én előléptettem pingalát, akkor plusz egy tudomány minden polgár után. Tehát még tovább tudom növelni a tudomány inputot, remélhetőleg. Bár még egyre nem úgy tűnik, hogy működik, mert igen, 12.4-ről most 18.1-re felment a tudomány bevételem, tehát működik. Csak, csak, csak csak kicsit, 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 működik. Mit ajánl itt ez a okos? Azt ajánlja, hogy, hogy oda, hova én kinéztem, oda eszemben jusson telepíteni a várost. Ide a Kattara mélyföldre ajánl egyet. Ami kicsit közel van az én ízlésem szerint, már ehhez, itt nem tudom kinek van városa. De tény, hogy itt az Uluru, itt az oázis, ez egy sivatag? Ez egy sivatag. Hmm. De el lehetne érni akár az ezüstöt is onnan. Biztos, hogy el lehetne érni a gipszet. Már a gipszet innen is el lehet érni. Van azzal a tó, tehát itt van egy tavacska. Akár ahhoz kikötőt is lehet rakni. Ha ide rakom az elsőt. Ide a másodikat, ide a harmadikat, akkor az működhet nem. Igen, hát a belső területek hozom, az nem jó. Ez való igaz. Kellene az azzal vádolni, hogy akár tartható is, mert nem az. Jöjjön akkor ide még egy... Hm. Jöjjön -e még egy, még egy telepes. Vásárolni telepest, szuper drága. Uh, viszont vásárolni magtárat, az nem az. És arra mondtam is, hogy félre van rakva pénz akkor megvetem a magtárat, a vízimalom az jó, mert plusz egy jelen, plusz egy termelést ad a városközpontba, a könyvtár is kéne, már csak a híres pontok miatt, az érapontok miatt, a kormányzati tér nagyon jó cucc, de most a telepesnek van a szezonja, kicsit drágább is egyébként, tehát hogy az látszik, hogy a telepes, most, a telepes most drágábban vettem meg, mint előbb, azt hiszem, van valamilyen mechanika, hogy egyre drágább lesz, hogyha ugyanazt képezed egymás után sokszor. De ez van. Jó, hát a, a szovon az ugye az csak ezekre a részekre jöhetne, úgyhogy még szóban egyelőre itt nincs. Lehet viszont kormányzati teret ide építeni. Ugye ide, ide nem, mert ide az akvadukt megy majd. Hát azt lehet, hogy kivesszük ezt a fát, vagy ezt az erdőt, és annak a helyre rakjuk be a kormányzati negyedet. Itt azt hiszem, ilyenkor elrakja, oh, de az nem olyan egyszerű. Ja, ez, ez így nem jól alakul. Oké, okay, új terv. Építünk egy lángyást. Csak hogy legyen némi hadseregünk is. Vagy egy harcost. Építünk egy harcost. Mert tud majd felfejlesztjük kardosra. Vagy egy harci szekeret. Ú! Azzal mondjuk gyorsan oda lehet csapni. Jó, építünk egy harci szekeret. Azt kiszedem a fákat, az a meggyorsul a harci szekér építése. kb. a duplája, vagy ott a felére megy a sebessége, vagy az idő, igen, 8 körről lement 3-ra, és oda lerakjuk utána, ahogy ez megette a, az emberemet, na mindegy, oda lerakjuk utána a diplomácia, vagy kormányzati negyedet, az úgy nagyon jó lesz. Kicsit aggaszt, hogy ez a telepest ezt egy, egyedül küldtem ki, csak utána küldöm itt a barítjást, és hogyha kell, akkor majd áthozzuk az egyik harcost, mert az egyik harcos mehet majd oda védeni a várost, vagy oda védeni a várost. Most azért is jó, hogy azt lehozom, csak hát az még, az még kicsit uh, odébb van. Kóra történelmet ír, ez pedig egy fejlesztés a civilizáció köbból. Most már lovast is tudok gyártani. Úgy jó lenne elérni oda, anélkül, hogy levadásszák a emberemet. Azt nagyon tetszene. Ilyet a pénz nem. Még mindig nincsen tengerparti városunk, ami elég durva ezen a ponton. Ha hiszek az elkészült. Jó. Találkoztunk már három város állammal? Elvileg nem. Nagyon gyorsan meg lesz ez a politikai filozófia. Hirtelen azt hittem, hogy. Te mit, hogyha úgy jel? Nem, nem, nem találkoztunk. Jó, semmit nem szóltam. Jöjjön a kormányzati tér ide. Paritjánssal lekövetjük. Már csak azért is, mert a paritjánssal, hogy permanensen át fog költözni oda, az új városba, hogy védje. Barbárok ellen. Ez egy sivatagi város lesz. Valószínűleg ide majd jó lesz megépíteni a Petrát. Akkor jöhet is ide a város. Hát igen. Nincsen neki túl jó élete. Nem baj. Majd valamit kialakítunk. Jár mindenképpen a pont, mert sivatagi várost építettem. Ez hát a termés az borzalmas. Te jó ég. Um, nem is tudom, mivel kezdjük. Maktár vagy emlékmű, vagy ókori fal. Az egyiket majd megvesszük. De addig is menjen a magtár, mert hogy... Most itt aztán semmi kaja nincsen. Itt minden lehetséges kaját, azt meg kell becsülni, és a magtár az ad plusz egy élelmet. 20 lóért, nyitott határok és 30 körig 3 pénz. Ez nem jó. Ez nem jó üzlet. Főleg, mert ez az összes lovam, szóval ez Nekem ez nem adja ki annyira bocsi haver Vagy hölgyem vagy nem tudom mit kell mondani Kleopátrának hogyha találkozunk Kongzsu az új város neve amúgy Ha valaki esetleg Figyelt akkor tudja Ha nem figyelt mint én az most tudta meg Ez a lovasság fel is fedezhetném hogy itt mi van a közelben Ez valószínűleg még itt van mert értesülünk róla valós időben, hogyha eltűnik onnan. Szépen halad a felé, hogy városállammá váljon. Politikai filozófia, ezzel megnyílnak. Ezek a kormányzati lehetőségek. És most én annyira nem is állnék rá a harcra, úgyhogy menjünk az ókori köztársasággal, ami ad nekünk plusz egy lakóhelyet és plusz egy komfortot, ott, ahol már van kerület, és két um, ilyen, 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 ilyen civil kártyát. És nincs benne harci kártya. Úgyhogy nekem ez így most pont megfelel. Na akkor nézzük, hogy mivel tudunk itt élni. Plusz egy termelés minden városban jöhet. Megmarad a plusz 50% az a telepesekhez, az is rendben van. Plusz kettő befolyás, ez majd később. Most inkább kezdjük a diplomáciai ligával, ami minden városállamnak küldött első követből kettő követet csinál. A Joker pedig lehetne a Stratégos híres tábornok, de inkább én arra használnám, hogy Használjunk gazdasági kártyát, és adjunk a plusz kettő arany minden kereskedelmi útvonalból. Ami plusz kettő arany összesen, de hogy plusz tíz arany a bevételem, szóval jó jön az a plusz kettő arany. Na, ott van egy rossz dolog. Egy elég rossz dolog. Egy harcos, a szürke patkány. Na, vájbok, -ok. Jó, akkor arra nem megyünk most. Hanem a következő, jöjjön ide valahova, a következő város. Miszticizmus. jön a miszticizmus. Hát most már akár végül is jöhet is a miszticizmus. Szóval a lovasságot hazahozom, mert lehet, hogy inkább arra kéne használni, hogy innen kiszedjük ezt a tábort. Már csak azért is, mert ez a tábor akár lehet is egy városállam. Engem nem zavar annyira. Ha ide rakom, ezt a várost, akkor ez elég jó cuccokat be tud húzni. Kukorica, búza, méz, ezek mind tök hasznosak. Ide pedig függőkert, plusz kettő lakóhely. Az is végül is egy dolog. A könyvtár, a könyvtár ad ér a pontot, úgyhogy mehetünk a könyvtárral, vagy ezzel kereskedelmi negyed 11 körig tart, plusz kettő aranyos, ar aranyosat tudok építeni. Hmm. Legyen a könyvtár az első. Nem azt mondom, hogy ez a jó döntés, azt mondom, hogy ez az a döntés, amit én hozok most. Oh, jaj, ja, ja, ezt nagyon elrontottam majdnem. Hú, de majdnem elrontottam. Te nagyon, de nagyon majdnem elrontottam. Ott hagytam a ebek 30 adjára tesz az építőt, és hogyha nincs ott a folyó, akkor el is foglalják azonnal. A gond az, hogy jelenleg ennek a városnak nincsen védelme. Két kör múlva ezek ott vannak. És tudják ütni a várost. Azt én nem szeretném. Igen, erre pont nem készültem fel. De két kör alatt lehet, hogy a harci szekér is hazaér. Öh, nem, öt kör, lol. Öh, egységet tudok most venni, valószínűleg nem. A legolcsóbb az IAS, nem, a legolcsóbb az a harcos, de van már IAS 240-ért. Tehát 140 aranyat kéne valahonnan behúzni. Tegyük fel, hogy minden lovat odadok. Vagy odadok 15 lovat. 3 arany 30 körig, az nem jó. Az nem jó. Az nem tudok mit kezdeni sajnos ez, ez, ez se nagyon érne haza. Ráadásul ki tudja meg, megjelenik megjelenni onnan egy másik. Itt igazából amitől tartani kell, az az, hogy kifosztani a földeket, ami annyira nem gáz, úgyhogy csak simán behozom majd itt ezt az ez egy építőt, és amint megérkezik a harci szekér, rendet rak. Addig meg, aztán úgy, utána kijövök és megjavítom, tehát hogy nem gáz, nem gáz, it's fine. Vasművesség még nem kell, hiszen még nincsenek meg ezek a vasnyersanyagok. Viszont a fűrészmalom az egy hasznos cucc. Vízimalom kell hozzá. A vízimalom most nem épül sehol. Itt, itt, itt nem is tudja? De fura. Meg itt se tudja. Valahol tudja. Itt szóban kell, hogy tudjon fűrészmalmot építeni. Matematika plusz egy mozgás minden vízi egységnek. Művészeti tudomány, vagy műszaki tudományok. Nope hal és rák betakarítása, ezeket most nem tudjuk kihasználni, tehát akkor még az építészet a legjobb, csak hát a vízimolom az ugye fájóan hiányzik. Na nézzük! Hallottam, hogy népet hamuból és gajakból készít kását. Mond igaz ez? Hát nem tudom. tudom, még finom. Hagyjál már, és mit kell tizélni? Az egyik harcos elment, a másik közelebb jött. Hál' Most ha el is kezd jutni a várost, nem fog még tudni kárt tenni benne úgy igazán egy darabig. Remélem. <laughs> Amúgy kéne itt az arany arra, hogy, uh, hogy majd ide vegyek egy építőt. Na. Figyelj, ez most ide állt. Nem tudjuk betámadni, Remélem, hogy rátámad a lovasságomra. És akkor nem, nem kifosztja ott azt a területet, bár nem számít, hogy kifosztja egy környi bevételtetésünkkel, vagy max. kettőnyitől. Hát ment egy másikra. Hm. Az már gond, hogy kicsit nagyobb gond, inkább úgy mondom. Mert azt tényleg szeretném, hogy kifossza. És sose fog már növekedni ez a határ, tehát hogy... Vagyis valószínűleg növekedett csak erre, igaz? Ó, oh, haver. Te jó hogy vagy. A könyvtárat most nem tudjuk építeni, de a vízimalmot igen. Akkor építsük meg a vízimalmot, gondolom. És akkor az építészetben is átállhatunk, most picit fejlesszük Ez most nagyon min maxolás. De pici, picit fejlesztjük a vasbányát, mondjuk két körön át. És utána, hogyha megkapjuk a bónuszt a vízimalomra, akkor váltsunk át arra vissza és akkor legalább a vasművességnek a... Ja, kifosztottam. Fuck you. Szóval a vasművességnek a Fejlesztése az, az így legalább kicsit halad előre. Amíg nem érdemes a másikat csinálni, mert az, az elpazarolt lenne, bizonyos szempontból pazarlás lenne. Ez itt jó lesz. súr? Sure jónak tűnik. Ő még ide is rakna egy város, tehát én nem biztos, hogy raknék, hogy őszinte legyek. Kicsit a, túl nyílt ez a rész, nincsen folyó, nincsen hegy, nincsen semmi. Azért ez nem egy jó, jó kezdés. Szerintem abban megegyezhetünk, hogy... Hát itt a tengerpart az van, csak ott meg, ott meg, ott meg más problémák adódnak. Szóval én nem vagyok szuper elégedett. A szovont hol mondtam, hogy kéne rakni? Ide, igaz? Akkor körbe tudjuk venni dolgokkal. Akkor most megveszem ezt a... Ezt a... Várj! Várj, 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 várj. Most nem termelünk éppen telepest. Akkor telepest levesszük, kirakjuk helyett a... ...területvásárlás ócsósítást. És akkor így, ha le akarom rakni a szobont, akkor már nem 80 arany, csak 64. Nice! Mi maxolok, mint egy profi, a profi része kivételével. Annyi, hogy így viszont nagyon messze került megint az építőnek a megvásárlása, uh, időben ez még tovább tartana, úgyhogy csak kezdjünk el egy magtárat építeni, aztán majd a többivel foglalkozunk később. Itt viszont, ugye most elküldök egy követet, Mi, mit, lia, mit, mit lának, akkor ez kettőnek fog számítani, igaz? Nem! <laughs> Nem számított kettőnek. Valószínűleg azért, mert technikli már küldtem neki követet. De mindegy. Teljesen rendben van. Te hogy tudsz előlépni? Plusz 100 híres ember pont Nem. Inkább szeretnék egy olyat, hogy Rejnának egy földvásárlás képességét Kongjuba. Mert ott szerintem fontos, hogy minél gyorsabban gyarapítsuk a földjeinket, hogy legyen miből gazdálkodni. Mert most, hát most annyira nem Zseniális a helyzet. Átment oda a Jóska. De még így is tud bajt okozni. Hiszen nem öltem meg. Te építőtelen semmit. Majd ide kell kijönni. Nem is, nem, nem. Itt nem tudja megjavítani, mert azt majd csak a városon belül építéssel tudjuk kijavítani. Szerencsére nem rombolta le ott a farmomat. Szóval legalább ennyivel jobbak vagyunk, de hát azért boldog sem vagyok ettől a lehetőségtől. Ez mennyit tud építeni? Még hármat. Miért nem küldtek el ide még? Kangunga-ba. Mert ott, ott pont ott kettőt mindenképpen kéne fejleszteni, meg majd idővel egy harmadikat is, de az még ráér, Kongzsuba is lenne nem itt egyébként. Annyira mondjuk nem fontos. A gipsz, mert a gipsz, az adna nekünk... Hát... Jó, nem is rossz. Termelés, meg egy kis arany, gondolom kicsivel több arany, hogyha lerakjuk oda a, a, a kifejtő üzemet. A méz, az ugye aranyat ad, a kukorica, azt hiszem, hogy az ad viszont élelmiszert. És most... Van meg... Igaz? Igen, elkészült. Ez akkor a vasművességről átállunk, kicsit amúgy késve, de átállunk a... Így navigáció nem kell, de belőle következnek dolgok, szóval majd előbb-utóbb az is kell. Műszaki tudományok, ahhoz ókori fal kéne, most azt én nem látom, hogy azt meg fogjuk építeni. Meg is érkeztem, plusz kettő arany. És ezzel elérhetővé vált az iparág. Az iparág, az ugye a különleges játékmódnak köszönhetően építhető. Olyan nyersanyag, amiből, vagy olyan luxus szúcs, amiben már van kettő. Legalább. Plusz kettő élelem, plusz kettő termelés, plusz egy arany. Plusz 20% növekedés, plusz három lakóhely. Abszolút ez jöhet ide Kangungba. És ezen ér a pontszámot is kaptam. Befejezzük a könyvtárat, és elküldjük... A követünket Volinba. És így mi leszünk az első az első hűbér ura innak amiért jár nekem két korszak pont. Most már ezt is meg lehetne építeni. Jó, is, hogy áthozom? Ja, nem hozok át ide. Honnan kell át? Itt, itt kell. Nem, hol kell? Sehol. Nincs olyan hely, ahol most, ha építünk uh, építőt, akkor jobban járunk. Mert nem hoztam végül azt a kormányzót, aki azt adta volna. Amit teljesen rendben van. Itt elkészült ez a cucc. És akkor ez megadja itt az adjacency bónuszt. Uh, szerintem igen. Bár nem látom. Talán, talán itt most egyel több. Kettő élelem, három termelés. Hát csak megadja az adjacency bónuszt, meg, mert nem miért nem lenne az egésznek, ha nem adná meg. Lehozok ide egy építőt, mert itt viszont be kell építeni a marhát is. Meg a követ is, a követ emiatt. És van is olyan pop, mind a két helyen tud pop dolgozni. Olyan popok, akik most olyan helyen dolgoznak, amik nincsenek fel, fejlesztve. Jó, itt a két popunk, az pont ott dolgozik, ahol szeretném. Nagyon jó. Itt pedig meggyógyult a lovasság. A lovasságot most egy rét hagyom állomásozni hogyha kell szóba segíteni, akkor közel legyen, ha kell Kangungba közel legyen. Kangung valószínűleg nem lesz veszélyben, mert most már itt ez a szellemhal nem sokára városra fejlődik, de azért jobb félni, mint megijedni. Ezzel együtt viszont a kereskedőt az Kongzsuba küldöm, hogy képítsa a kereskedelmi utat. De a Kongzsuba nyilván jobban jár, de oda már van út, és az út azért az fontos, egyrészt a határok annak mentén terjednek, szeretnek annak mentén terjedni, másrészt pedig gyorsabb az egységeknek a haladása rajta egyértelműen. Viszont akkor szerintem elértünk ennek a mai résznek is a végéhez. Valamiért elkezdtem termelni hitet. A könyvtár valahogy az adott azt is. Még gyorsan megcsinom ezt a kört, aztán utána most már tényleg végre lesz ennek a mai résznek ókori fal, most az hogy elég csábítónak tűnik, de inkább, 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 ha ezek az opciók, akkor inkább egy kereskedelmi negyed. Plusz kettő. Plusz kettőnél nincs jobb, de a plusz kettő is már egész tűrhetően nem szar. Plusz kettő. Amúgy elég szar a plusz kettő. Sajnos. De nincs, nincs egyszerűen jobb. Az a másik opció, hogy nem építünk. Tehát hogy ez is benne van a pakliban. Természetesen. Táborhelyet is lehetne. Ezt annyira nem szoktam még ezen a ponton. Rezervátum az nem. Szent hely. Itt van egy plusz négyes szent hely. Nem kéne ennyire semmibe vennem ezt igaz. Viszont, hogyha ide rakom, akkor az csökkenti a, a tudományt itt, ezen a campuson. Na jó, ezt majd elmondom a következő részben. Köszönjük a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!